A hír bejárja a Kárpát-medencét, és szinte ugyanabban a pillanatban információ érkezik arról, hogy egy határon túl kisvárosban... Egy lehetséges jövőképet vázol fel a Nézőművészeti Főiskola, amelyben a színházakat az állam bezáratta, és három színész összefog, hogy a nézőközönséget megtanítsa a színművészet befogadására, reménykedve a színházak újranyitásában. Megtisztulás! Purifikáció! A társulat a nyilvános munkabemutatóval lehetőséget adott arra, hogy véleményt nyilvánítsanak a készülő új műsorukról. Mess Attila kiemelten fontosnak tartja a megfelelő visszacsatolást a közönség részéről még a premier előtt. Eljutunk a következő fázisig, amikor a meglévőből valamit megpróbálunk fölkenni a színpadra, és aztán eljutunk eddig, amikor az először úgy érezzük, hogy találkozzon a néző, és próbáljuk ki rajta, hogy reagál-e, mennyire fogja. És most voltunk ezen a fázison túl. Én úgy érzem, hogy ezen még nyilván dolgoznunk kell rengeteget, hiszen, ahogy mondtam, ez csak egy mérföldkője neki. A Tasnádi István által írt színdarab pontosan azt a problematikát feszegeti, amivel a rendező Urbán András is, mint társulatvezető, sokat foglalkozik. Tudjuk, hogy a színházban a közönség ugye az egyik a színész mellett ugye a másik legfontosabb elem, nem azt mondom, hogy a második, hanem a másik. És pont ez, amivel én is foglalkozok a színházban, az pont ez a viszony a színész, tehát a színpadi történés és a közönség viszonya. És hát ez egy olyan darab, ami ezt tanulmányozza, ezt taglalja, különböző viselkedésformákat, színházformákat. A munkabemutatót követően a közönség a színészek társaságában forralt bort és karácsonyi süteményeket fogyaszthatott. A darab premierje január 19-én lesz.